A Tiszavasvári Kabbay János Általános Iskola ifjúságúti épülete ebben az évben ünnepli megépítésének 40. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból kérjük fogadják el kisfilmünket, mely az intézmény jelenéről, jövőjéről és a múltjáról szól. Tiszavasvári Általános Iskola 1957-ben vette fel a város híres gyógyszerészének, a morfin gyártás atyjának, Kabbay Jánosnak a nevét. Az ifjúság úton álló épület főbejáratánál látható a névadó gránittömbből készült mellszobra. 1981. szeptember 1-én vehette birtokba az épületet az akkori tanulóifjúság, melyben jelenleg is folyik az oktató-nevelő munka. Az ezt megelőző években az Ady Endre és Rózsa úti épületek adtak otthont a Kabbayba járó gyerekeknek. A megnövekedett tanuló létszám miatt az akkori igazgató, Gál József, az oktató-nevelő munka korszerűbbé tétele érdekében javaslatot tett egy új, 12 tantermes iskola építésére, melyet a Szabolcs-Szatmár megyei tanács elfogadott és anyagi támogatást adott a nagyközségnek. Az iskola építéséhez 1978-ban kezdtek hozzá az Ifjúság utcán, miután az építési tervet jóvá hagyták. A műszaki átadásra 1980 karácsonya előtt került sor. Az új, modern épületben 40 évvel ezelőtt, 1981. szeptember 1-én kezdődött meg a tanítás. Előbb csak a felső tagozat kapott itt helyet, az alsó tagozat a régi épületekben maradt. Az új komplexumot be kellett lakni, a tantermeket otthonossá varázsolni, az udvart sportolásra, szabadidő eltöltésére alkalmassá tenni. Az új iskolaépületbe költözve a diákok egy 24x12 méteres tornateremmel gazdagodtak, valamint egy addig még üres, 120x60 méteres sportpályák építésére alkalmas területtel. Az akkori testnevelők és néhány sportot szerető kollégáik elkezdték megtervezni és megépíteni a szabadtéri sportlétesítményt. A pedagógusok és a tanulók példamutató hozzáállásával elkészült a megálmodott létesítmény, amelynek része egy 300 méteres salakos futópálya, egy röplabda, két kézilabda és egy füves kispályás focipálya, valamint két távolugróhely és egy futódomb. Ezen sportpályák azonban az elmúlt években jelentősen átalakultak, modernizálódtak. A futódomb előtti szabad területre 2012-ben kondipark épült. A kispályás focipálya salakos teniszpályává alakult. A nagyobbik kézilabdapálya teljes felújításon esett át 2018-19-es tanévben a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. A 2000-es évek elején a belső udvar piros díszburkolatot kapott. Majd ezután a szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági bálok bevétele lehetővé tette egy több férőhelyes filagória építését erre az udvar részre, mely a gyerekek számára kiváló lehetőséget ad szabadtéri foglalkozások megtartására. E
Ebben az időszakban modern játszótér is lett kialakítva sok gyerek örömére, szintén itt, a kis udvaron. Mára ezek a játékok elavultak, balesetveszélyessé váltak, a játszótér felszámolásra került. A 2021-22-es tanévben a Kabai János Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően újra egy korszerű játékpark fogja szolgálni a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését. A munkálatok idén ősszel kezdődnek. Az évek folyamán a tanulói létszámokhoz és igényekhez igazodva folyamatos bővítés, fejlesztés alatt állt az épület. Tovább gyarapodtak a tantermek számai. 2007-ben az iskola névfelvételének 50. évfordulója alkalmából felavatásra kerültek szaktantermeink, valamint az azokra elhelyezett emléktáblák, melyek az iskolánk történetében meghatározó szerepet játszó pedagógusainknak, Gály Józsefnek, Hankó Lászlónak, Kovács Györgynek és Szögi Lajosnak állítanak emléket. Továbbá kialakításra került egy nagy létszámú tantestület számára kényelmet biztosító nevelői szoba. Tágasabb és világosabb lett az ebédlő, felújításra kerültek a mosdók. Mai arculatát 2015-ben nyerte el az intézmény, mikor is egy energiahatékonyságot segítő beruházásnak köszönhetően korszerűbbé vált az iskola fűtésrendszere, műanyag nyírászárók kerültek beépítésre, valamint szigetelés került a külső homlokzatra is. Az új színvilág tükrözi az itt folyó munka sokrétűségét, vidámságot kölcsönözve az ide és erre járó közösségek számára. 2018-ban a tetőszerkezet is megújult. Emlékezetes esemény volt az iskola életében a 2019-20-as tanév kezdete. A szeptemberi tanévnyitó ünnepség keretein belül átadásra került a felújított tornaterem, és újra felvette az intézmény egykori névadunk, településünk híres szülötte, Kabai János nevét. 2020. szeptember 1-én lezárul iskolánkban a közel másfél éve tartó világítás korszerűsítés is. Közel 700 darab 40 éves lámpatestet cseréltek le modern LED világításra. Ez a fejlesztés is hozzájárult ahhoz, hogy mi gyerekek a lehető legjobb körülmények között tudjunk tanulni. A modern 21. századi oktatási technológiával felszerelt intézményünk, hangulatos, otthonos tantermeink, a jól képzett, szakmailag igényes, innovációra mindig kész pedagógusaink, valamint széles képzési kínálatunk együttesen teszik lehetővé, hogy a Kabai János Általános Iskola falait elhagyó, a nagyvilágba kilépő tanulóink kreatív, gondolkodó, problémamegoldó, önművelődés igénye rendelkező felelős egyinné váljanak. Jó iskolánk! Következt lüktessen az ifjú élet! Ezer meleg szív, ezer büszke agy, nemes tanárok, sok nemes tanítvány hírét növeljék, e tisztes falak. Thank you.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Bényei Ágoston vagyok, a DVSC labdarúgó csapatának a tagja, valamint korosztályos válogatott labdarúgó. Egykori szeretett iskolámtól kaptam egy felkérést, hogy az Innen indultam és ide jutottam című epizódba mondjak néhány szót magamról, hogy milyen emlékek kötnek az iskolához, valamint hogy mit tett hozzá az életemhez. A 8 év nagyon gyorsan eltelt, viszont mindig szívesen emlékszem vissza a késő délutánig tartó focizásokra, amik végig kísérték az ott eltöltött éveimet. Sokat köszönhetek a Kabainak, olyan alapokat biztosított nekem, amikkel sikerült felvételt nyernem a debreceni Ady Endre gimnáziumba, és ez a lépés meghatározó volt abban, hogy minél jobban tudjak összpontosítani a focira a tanulás mellett. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy rám gondoltatok. Hajrá Loki, hajrá Kabai! Te köszöntök mindenkit, engem Bohács Gittának hívnak, jelenleg néptáncpedagógusként dolgozom egy alapfokú művészeti iskolánál, illetve a Nyírségtánc Együttes társművészeti vezetője vagyok. Az iskolához köthető élményeim közül Temérdek van. A Kabai iskola lehetőséget adott, hogy több területen is kipróbálhassam magam, így mindenhonnan van egy-egy emlékezetes pillanatom. Imádtam Gizike néni sportkörét, a játékos sportvetélkedőket, az atlétika versenyeket és a diákolimpiákon a versenyhelyzeteket. Mivel zenetagozatosként végeztem 2003-ban, így a művészet területén is kipróbálhattam magam. Sosem felejtem el az alsó tagozatos énekkarokat, amikor Zsuzsa nénivel énekelhettük a Micimackót, vagy a felsős énekkart, amikor Margó nénivel a Kék Duna keringőt adtuk elő, s több mint 100-an állhattunk színpadra. Imádtam minden percét, de ami mély nyomot hagyott bennem, s ennek köszönhetem a pályafutásomat is, az a néptánc szakkör volt. Halászné Vári Ildikó néni kezei alatt indultam el ezen az úton, amiben Pista bácsi is besegített, s kitartó munkájuk gyümölcseként válhattam néptáncpedagógussá. Köszönöm a szüleimnek, hogy 1995-ben ide irattak be, hogy a sport által kitartást tanulhattam, hogy a zenetagozaton tanult ismereteimet a mai napig hasznosítom, illetve a táncnak a jövőmet. Összességében köszönöm a Kabai iskolának, hogy mindezt lehetővé tette. Sziasztok! Bohács Sándor vagyok, jelenleg a Ferencváros kézilabdázója. Nagyon sok szép emlékem kötődik az iskolához, de amit kiemelnék, az a különböző sportokban, mind a kézilabdában, atlétikában, játékos sportversenyeken elért kimagasló országos eredményeink. A sport által rengeteg barátra tettem szert, mind a diáktársaim, mind pedig a tanári kar körében, amiért nagyon hálás is vagyok, hiszen csodás embereket ismerhettem meg a személyükben. Arra buzdítok mindenkit, hogy kezdjen-e valami sportolni, hogy hasonló emlékekben részesüljön. Hajrá Kabai! Sziasztok! Jó napot, sziasztok! Borbély Ádám vagyok, profi sportoló, kézilabdázó. Én is a Kabai iskolában nevelkedtem, mint diák, illetve sportoló. Nagyon sokat köszönhetek az iskolának, illetve a tanároknak, akik segítették a fiatal koromat. Külön köszönet Halász Lászlónak és Marozs Lászlónak, akik elindítottak a sportpályafutásomba, mert nevelőedzőim voltak. Rengeteg szép emlék fűz az iskolához, mind tanulmányi, illetve sport eredményekhez. Nagyon sok barátot szereztem, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot. Mindig jó szívvel gondolok az iskolára, ahol elindultam, és nagyon sokszor 40 évet kívánok még az iskolára. Sziasztok! Kecskés Dániel vagyok, kézilabdázó. Én is a Tiszaosfer általános iskolában jöttem fel. Ugyanúgy, mint én, rengeteg sok szép és jó emléket tudok onnan magammal vinni mindenfele. A kézilabdát Halász Laci bácsi miatt kezdtem el. Nagyon sokat győzködött, hogy elkezdjem a kézilabdát, de végül sikerült. Hála a jó Isten, nagyon sokat köszönök neki. Rengeteg mindent szeretnék megköszönni a Maros Laci bácsinak és a Dancs Pátinak szintúgy. Én most jelenleg a Pixegetbe játszom. Hál' Istennek a felnőtt csapattal van a szerződésem. Szóval, hogyha azt szeretném üzenni nektek, srácok, hogyha keményen dolgoztok, akkor bármi, nincsen határ, hogy hova, meddig el lehet jutni, szóval sok sikert szeretnék kívánni mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a kis videót megnézi. Marázi Gabriella vagyok, Zalaegerszegen élek, Sárváron dolgozom, egy nagyvállalat raktári könyvelőjeként. 45 évig éltem Tiszavasváriban, ideje jártam általános iskolába, 1977-ben kezdtem a Kabai János általános iskola Ady Endre utcai épületében,
Majd 81-ben átköltözhettünk az Ifjúság utcai új épületbe. Itt mindennel felszerelt, jól ellátott, jól felszerelt tantermeket kaptunk, illetve nagy udvart is, ami ebben az időben még igen kezdetleges volt. Így mi diákok is kivehettük a részünket a rendbetételéből. Bajzát Dezső osztályfőnök vezetésével salapáját egyengedtünk, futódombot hordtunk. Mindezt azért, hogy később rendeltetésszerűen használhassuk. Egy pár emlék, ami eszembe jut, az a téli szánkózás, hógulyózás, illetve, hogy életemben először ekkor jutottam el Nyíregyházára, a Móricz Zsigmond Színházba, ami akkor igen nagy dolog volt. Illetve volt még egy nagyon kedves esemény, ez pedig a nagyszabású torna bemutató, ami 1984-ben velünk zajlott utoljára, tehát ekkor volt a városban ilyenfajta rendezvény. Ez azt jelentette, hogy Tiszavasvariban az általános iskolák közösen egy koreográfiára, egy zenére előadták a közös torna gyakorlatukat, mindezt a Lombik tornapályán. Ez nem csak azért volt kedves, hogy ide jártam a számomra, mert új építésű volt az iskola, és nagyok voltak a terek, és élményekkel volt tele, hanem azért is, mert 1978-ig ez a telek, amin az iskola épülete áll, ez az én családom birtokában volt. Egy kedves tanáromat, hogy említsem meg, Kerti Jánosnét, ő indított el azon az úton, hogy megszeressem a matematikát, illetve ezt a pályát megtaláljam ilyen későn, mert nem ez volt mindig a foglalkozásom, de ide jutottam. És ezt nagy részben neki köszönhetem. Én nagyon örülök annak, hogy Kaba is diák voltam, és büszke vagyok rá, illetve büszke vagyok arra is, hogy mind a három gyermekem a kabai iskolába járt. Szerettem volna, ha az unokáim is ide járhatnak, de sajnos nem valósul meg, mivel külföldön élnek. Én azoknak, akik most kabai diákok, én szeretném azt kívánni, hogy nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodjanak ez alatt az idő alatt, amit itt eltöltenek, és azoknak pedig, akik voltak kabai diákok, hogy minél többször jusson eszünkbe olyan élmény, olyan emlék, amit érdemes felidézni, és érdemes rá visszagondolni, és büszkének lenni. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Marinka Nagy Katalinnak hívnak, 38 éves vagyok, Nagykállóban élek férjemmel és két kisfiunkkal. Néptáncpedagógusként dolgozom a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. Végig gondolva, az egész eddigi életemet végigkísérte az általános iskolában tanult dolgok, nagy szeretettel gondolok azokra a tanítókra, tanárokra, akik megalapozták számomra azokat a művészeti értékeket, ami most a munkám és a hivatásom, és egyben a hobbim is lett. Sőt, a férjemet is a néptáncnak köszönhetem, hiszen ő is szakmabeli. De kezdem az elejéről. 1990 és 1998 között tanultam a Kabai János Általános Iskola ének-zene tagozatos A osztályában. Első osztályos koromban kezdtem a néptáncot, Halászné Vári Ildikó szárnyai alatt. Ildikó szívvel, lélekkel, hihetetlen odafigyeléssel, alázattal, kedvességgel tanította nekünk az első néptánc lépéseket, mondókákat, a népi gyermekjátékokat. Nagyon-nagyon szerettem néptánczakörre járni, akkoriban így neveztük. Ildikó pozitív kisugárzása, szeretete hamar egy összetartó közösségé formált minket. Nagyon sok fellépésen, táborban, külföldi utakon vehettem részt a Körkaré néptánc csoport tagjaként. A táncon kívül tagja voltam az iskolai énekkarnak, majd néhány évig a Rádúni Nagy Zsuzsa által vezetett könnyű zenei énekkarnak is. Később a munkám során nagyon sokat segített, hogy tudtam kottát olvasni, furujázni, egy népdalt szépen elénekelni. A néptánc egészen 8. osztályos koromig elkísért. A pályaválasztásnál nem volt kérdés számomra, hogy a művészeti középiskola tánctagozatán szeretném folytatni tanulmányaimat.
sikeres felvételt nyertem abba az iskolába, ahol ebben az évben először indult tánctagozat. Itt élményekben gazdag 5 évet végeztem el, majd sikeres felvételt nyertem a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógus szakára. Ekkor keresett meg engem Rozman Béla, aki a rajztanárom volt, hogy a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában iskolatitkárt keresnek, és mellette 1-2 csoportban taníthatnék néptáncot is, így, hogy már a főiskolára bekerültem. A Vásárhelyi Iskola igazgatónője, Demarcser Zsuzsa, Béla testvére, innen jött az ismerettség, a segítség. Kicsit féltem, hogy fogok az elvárásoknak megfelelni, így 22 évesen, de belevágtam a munkába. És azóta is, 2005 óta már 16 éve dolgozom a Vásárhelyi Iskolában. A munka és a főiskola mellett a Nyírségtánc Együttes oszlopos tagja lettem. A diploma megszerzése után szakmai sikerekkel is gazdagodtam. Nagykállóban a férjemmel több csoportot vezettünk, rendszeres résztvevői voltunk a tanítványainkkal országos szakmai néptáncversenyen, gyermek- és ifjúsági szólótáncfesztiválon és a néptánc antológiákon is. Egyik évben Nagykálló kultúrájáért városi kitüntetéssel tiszteltek meg minket itt Nagykállóban, ahol 12 éve élek férjemmel. Több éve dolgozom a Tiszavasvári Általános Iskolában, mert a Vásárhelyi Iskolának azóta is van itt telephelye. Nagyon megtisztelő és felemelő számomra abban az iskolában tanítani a néptáncot, ahol én is tanulhattam. Bár a gyerekek nem olyanok, mint mi voltunk, hiszen a világ változik, fejlődik, de a néptáncra még most is van igény. Remélem, sikerül nekem is olyan életre szóló élményeket adni nekik, mint amit én kaptam ettől az iskolától, az itt dolgozó csodálatos pedagógusoktól. Hálás szívvel köszönöm! Olasz Renátó vagyok, 29 éves, jelenleg a FRIESF Egyesületben tanulok filmrendező mesterszakon. Én egy olyan élményt szeretnék megosztani a Kabaival kapcsolatban, ami Rozman Bélához köthető. Nekem nem igazán van tehetségem a rajzoláshoz, akkor se volt. Az egyik rajzolán kb. 7. vagy 8. Béla megkérdezte, hogy jó, de akkor engem mondjam el, hogy akkor mi érdekelne, ha nem a rajzolás. És akkor mondtam neki, hogy hogyha már ilyen művészet, akkor engem a fotózás és a filmezés érdekel, de nem igazán tudom, hogy ezt hogy kell. És akkor mondta, hogy nem baj, akkor ő kitalál egy történetet, akkor én azt felveszem, megvágom, és akkor majd meg fogjuk mutatni az osztálynak. És ezt az egészet a legnagyobb természetességgel megcsináltuk. Most nem az a történet lényege, hogy ez a film ez jó lett vagy nem lett jó, hanem az az élmény, hogy ott egy tanár, aki figyel rám, aki kíváncsi rám. És hogyha a Kabaira gondolok, akkor elég sok olyan élményem van, amikor azt tapasztaltam, hogy egész egyszerűen a tanárok kíváncsiak rám is figyelnek. És ez nekem a későbbiekben nagyon sok erőt adott. Ezt ezúton is nagyon szeretném megköszönni. Póka Nándor vagyok. Én vagyok az, aki a szíves felkérésnek eleget téve ezt a filmet technikailag megvalósítja. Bevallom, amikor megláttam az iskola részéről a megkeresést, azon túl, hogy borzasztóan megtisztelőnek éreztem, egy mosoly csalt az arcomra a levélben lévő kérdés, miszerint is, hogyan alapozta meg sikereidet az iskola. Ilyen összefüggésben még soha nem gondoltam végig az életem, ráadásul úgy éreztem, hogy nem tartozok a sikeresek közé. Majd végig gondolva a dolgokat, két nagyon fontos dologra jöttem rá. Az egyik, hogy nem biztos, hogy a sikert ugyanazzal a mértékegységgel kell mérni, mint az ismertséget. Ha valaki szereti, amit csinál, az már is sikeres. Ha pedig rajta kívül van még legalább egy ember, aki kívülről annak látja, akkor már megérte. A másik dolog pedig, hogy nekem a Kabai iskola nem egy szakasz volt a gyerekkoromnak, hanem folyamatos visszatérője és valamilyen módon irányítója a mai napig. Ez a két gondolat volt az, ami megadta a kellő motivációt, hogy ebben a filmben most én is szerepeljek. Kabais diákként mondhatom, hogy szinte minden épületben tanultam. Az első két évfolyamot az Ady úti régi Kabaiba jártam, majd a harmadik-negyedik osztály padjait az akkor még működő Rózsa úti két tanteremben koptattam. Alsósként borzasztóan vártam, hogy eljön az idő, mikor én is az új iskolába járhatok, hiszen akkoriban még mindenki így emlegette az Ifjúság úti épületet. A 8 év alatt olyan pedagógusok próbálták a tudás minden formáját átadni, akiknek egytől egyik csak hálával tartozok.
be kell látnom, az esetek többségében azért nem volt túl egyszerű dolguk velem. Később eljött az idő, hogy a sorkatonai szolgálatomat is itt töltöttem, viccesen azt szoktam mondani, hogy levelezőn végeztem. A másfél év letelte után, a kérésnek eleget téve, még dolgozni is itt maradtam egy pár évig. Akkor is tanultam, sőt, akkoriban inkább már vizsgáztam az életből. Azok előtt, akik gyerekként is oktattak. Lemezolvaskodtam évtizedekig, rádióztam, és sok-sok dologban kipróbáltam már magam. Manapság leginkább videók készítésével foglalkozok, így a mai napig sokszor megfordulok az iskolában, ebből fakadóban, illetve mert a kisfiam is itt tanul. De ha belépek, mindig egy kis időutazáson veszek részt. Újra annak a gyereknek érzem magam, ha átlépem a küszöböt, akit követte el a diákcsínyeket, itt lett először szerelmes, itt kapta az első sikereket és pofonokat az élettől. Pedig sok dolog megváltozott, modernizálódott azóta. Csak az itt kapott dolgok maradtak változatlanok. Azokat pedig senki soha el nem veheti. A tudást és az emlékeket. Rádi Arnold vagyok, egykori Kavaics diák. Jelenleg az általános orvosi diploma megszerzését követően 2 évvel most a tudományos doktori fokozat megszerzésén dolgozom a Debreceni Egyetemen kardiológiából. Ha a Kabaira visszaemlékszem, a Kabai egy olyan magas szintű oktatási, tanulási lehetőséget biztosító intézmény, amely lehetőséget nyitott nekünk arra, hogy az ország bármely általános iskolában tanuló hallgatóval versenyeken, kémiából, biológiából, fizikából, matematikából össze tudjuk mérni a tudásunkat, és ezt sikeresen is tettük. Ha szeretnék visszaemlékezni kedves emlékemre a Kabaiból, akkor az mindenképpen a Rubik kocka lenne, ugyanis 7. korunkban elindultunk egy hullámot, egy lázat, Rubik kocka lázat, és 8. végére eljutottunk olyan szintre, hogy az iskola fele szerintem ki tudta rakni a Rubik kockát, az osztályomban személy szerint mindenki ki tudta rakni a Rubik kockát, és már most mosolyogva emlékszek vissza arra a technika órára, amikor Gyuri bácsi egy hétre elvette tőlem sajnos a Rubik kockát, de ő azt nem tudta, hogy nekem otthon volt belőle egy másik. Rádói Zsolt vagyok, egykori Kabaics diák. Jelenleg is tanulok, a Debreceni Egyetem doktori képzésében veszek részt, és mellette gyógyszerészként is dolgozom. Feleségemmel 2 kislányunkat neveljük. Mindig örömmel emlékszek vissza a Kabaiban eltöltött 8 évre, hiszen olyan szintű oktatásban részesültünk, mely szerintem országosan is kiemelkedő volt. Kémiából, biológiából, matematikából és fizikából gyakran vettünk részt megyei, illetve országos versenyeken is, melyek mindemellett, hogy jó hangulatban teltek, kiváló eredményekkel végződtek. Személy szerint számtalan megyei versenyen értem el első helyezést, vagy épp országos versenyen is felállhattam a tudományos dobogó tetejére. Visszaemlékszem azokra a reggelekre, amikor apa hétre vidve, amíg kicsit kémiázunk 8 előtt, vagy épp 6-kor vagy 7-kor délután még fizika szakkörön voltam, hogy a szombati országos versenyre készülhessek. Talán nem kis túlzás, mikor azt mondom, hogy a Kabai egy országos szinten jól működő tehetséginkubátor, ahol bárkinek megvan a lehetősége, hogy kiemelkedjen, és akár a legmerészebb álmát is teljesítse. Úgyhogy örülök, hogy ebben az iskolában tanultam, és büszke vagyok rá, gyakran szoktam ezt másnak is említeni. Szent Zsuzsanna vagyok, Lárkodi nevemen Kovács Zsuzsanna. Nem véletlenül állok itt, hiszen nagyapám Kovács György igazgatósága alatt épült ez az épület. És nem véletlenül állok itt, hiszen testvéreimmel együtt 8 évig ide jártunk, Kabaisok voltunk. Szüleim 40 évig, jó magam pedig 1 évig állhattam itt a katedrán. Ezen iskola falai közt bontakozhattam ki, szerettem meg olyannyira magyar kultúrát és zenét, hogy később hivatásommá választottam. Énektanárként, néptáncosként és etnográfusként gyakran támaszkodom és merítkezem abból a tudásból, amit itt szereztem meg.
De nem csak a kava és kismeretekre támaszkodhattam, hiszen az itt dolgozó pedagógusok által szervezett énekkaroknak, táboroknak és szakköröknek köszönhetően egy életszemlélet ivódott belém és minden kava és diáktársamba, bármerre vitt minket is az élet. Engem az élet igen messzire repített, hiszen több mint 10 éve Törökország, Isztambul lett második választott hazám. A kaba is útra való azonban olyan erős, hogy természetes volt számomra, hogy az itteni magyar közösséget is segítsem szakmai tudásommal. 9 éve pedig az általam megálmodott és megszervezett isztambuli magyar iskola koordinátora és pedagógusa vagyok. Pályázataim, programjaim során a helyi szakemberek bevonásával és intézmények segítségével egy olyan törökországi magyar közösséget hoztunk létre, melyet Magyarországon is, illetve a világ más magyar diaszpóráiban is elismernek és követnek. Itt állunk Kabai János szobránál, hiszen lányom most vette át első osztályos bizonyítványát az immár 40 éves épületben. Gyökereimhez olyannyira ragaszkodtam, hogy amikor lányom Léna első osztályba ment, fontosnak tartottam, hogy ő is részt vegyen a magyar oktatási rendszerben. A családi tradíciót követve, negyedik generációsként Léna Kabai is diák lett. Sziasztok, én Tokár Tomi vagyok, köszöntök mindenkit innen az RTL Klub hírstúdiójából. Gyorsan szekvek, mindjárt kezdődik az élőadás. Hát karrierem eddigi legfontosabb állomása ez itt, de én is a Kabaiba jártam, inkább ki sem számolom, hogy hány évvel ezelőtt. Na jó, bár nehezemre esik, még a 90-es években jártam oda, amiről a történelem könyvekben olvashattok majd. Igazából nagyon szerettem oda járni, rengeteg emlékem van órákról, tanárokról, a nagypályás focikról és a sulibulikról is. Esküszöm, néha még hiányzik is, lehet, hogy nem sokára meg is látogatom az iskolát, de majd szólok előtte. Hát akkor még fogalmam sem volt, hogy műsorvezető leszek, vagy legyek. Főleg, hogy később nagyon utáltam szerepelni. Pedig a Kabaiban jártam néptáncra, és furulya versenyen is voltam, ezt még majd be kell írnom az önéletrajzomba. De a lényeg, hogy akkoriban még csak a legózás, a kosárlabda és a görkocsolyázás érdekelt. Aztán jó sok évvel később, a főiskola után ide Budapestre költöztem fel egyedül, ahol csak egy embert ismertem. Több helyen dolgoztam, voltam szerkesztő riporter az egykori zenecsatornánál, a Viva TV-nél, több évig voltam az Indexnél, lett közben saját videógyártó cégem, és most már a harmadik éve vagyok az RTL egyik arca, a Fókusz műsorvezetője. Több műsorban és rengeteg videóban szerepeltem az elmúlt években, de valahol szerintem megmaradtam az a tiszavasvári kisrác, aki még mindig legózik szabad idejében. Hát könyvet lehetne írni a sok élményről, munkáról és tanulságról, amit az elmúlt tizenvalahány évben átéltem, vagy akár a média, a közösségi média és a közszereplői élet előnyeiről, hátrányairól. Na de a lényeg, hogy én is büszke vagyok arra, hogy Kaba is voltam. Legyetek ti is azok, és legyetek jók. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, Veres Tibor vagyok. Nagyon szépen köszönöm ezt a felkérést, igazából meglepődtem rajta, de azért megpróbálok neki eleget tenni magam módján. Kérdés, hogy mit is jelent a Kabai és jelentett? Nekem ez több rétegű dolog, első körben talán az egyik legfontosabb az, hogy szerencsém volt egy olyan osztályközösségbe bekerülni 8 évig, ami gyakorlatilag még néha most is hiányzik, és jól látni a régi arcokat. Az kicsit engem nehezen is érintett, mikor középiskolába kerültem és elváltunk. A második részben igazából a zene. Nekem még szerencsém volt, én is abban a Kabaiba jártam, ahol volt az Ady Endre úti épület, Calvin út, majd utána, ahogy sokan hívták, az új iskola. És abban az időben a zeneiskola még ott volt, a mostani Szent Mihály téren. Na most szünetekben valahogy én mindig oda sonfordáltam, ha hallottam, hogy valaki gyakorol, és akkor úgy megérintett az, hogy ez nekem úgy tetszik.
Szóval nagy nehezen, mikor felvételt nyertem a zeniskolába, komolyabban elkezdtem gyakorolni, és volt egy osztálytársam, Balla Tomi, az egyik legjobb barátom, aki szintén kapott egy gitárt. Na, csináljunk zenekart! Csináltunk zenekart, eleinte ketten voltunk, és utána meghallott minket Rádújné Nagy Zsuzsa. Az volt igazából életünk első fellépése, még talán lehet felső tagozatosok sem nagyon voltunk, egy október 23-a, és utána jött az, hogy csináljunk egy énekkart. Talán az X-Singers hatására, akkor hallottuk, hogy az milyen volt, és összejött egy ilyen énekkar, amihez természetesen kellett egy nagyobb volumenű zenekar, és arra a kérdésre a válasz, hogy élmények, legnagyobb élmények, gyakorlatilag az összes karácsonyi hangverseny. De hát az egy olyan momentuma volt mindig az évnek, szeptemberben kezdődött a suli, akkor minket már csak az érdekelt, hogy na, mi lesz a repertoár, mit fogunk játszani, hányan jönnek az énekkarba, mikor lesznek próbák, milyen hangszerek lesznek, gyakorlatilag e körül forgott minden. Mondjuk hozzáteszem, van egy vicces sztorim is, visszatérve alsó tagozatra. Lehet, hogy senki nem fogja elhinni, de ez így történt. Életem legelső egyesét Valika nénitől kaptam énekből. Azért, mert nekem sokat jelentett az, hogy mi az, hogy tá, titi. Talán ez is volt, hogy inspirált, hogy na ennyire nem lehetek gyökér, de hát valahogy mindig a zene felé vitt az irányom. A másik dolog, amit még igazából köszönhetek a Kabainak, ugye idegen nyelvtagozat. Én kezdetektől fogva, talán ez a véletlen, talán így kellett lennie, német tagozatos voltam. Na most ez nekem nagyon jó alapokat tett le, utána a középiskolában is ezt folytattam, szóval volt olyan szerencsém, hogy elég sok évet dolgozhattam külföldön egy német cégnél, és ezekkel az alapokra simán vissza tudtam nyúlni, és nem volt nehézségem azzal, hogy megszólaljak, féljek, tehát problémám nem volt a nyelvvel. Az a kérdés, hogy mit csinálok most? Zenélgetek is, vannak projektjeim, különböző zenekarok, különböző formációk. Igazából mostanában visszatértem kicsit a klasszikus zenéhez, szinte csak azt gyakorolom. Na meg a munkám, most a főállásom, az EKIK csapatát erősítem, mint rendezvénytechnikus, de hát minden rendezvényt, amit hallotok, benne van a kezem, nem csak nekem, szintén kamera mellett álló kollégámnak is, úgyhogy gyakorlatilag ennyi, amit el tudok ezekre a kérdésekre mondani. És hát tényleg, aki nem volt kaba is, sajnálhatja, mert ezt a kaba is feelinget úgy érezni kellett abban az időben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Jut eszedbe az iskola épületéről. Sok tanári lesz majd ott. Mindig megnevetnek nekünk. Sokat játszunk. Ének. Sokat játszunk sok. Barátok. Sokat játszunk. Kedvesek a tanítónk. Nagyon sok vagyunk. Játszva tanulunk. Sokat tanulunk. Sokat írunk. Megtanuljuk az ABC-t. Szeretek írni. Angolul már sok új szavat tanulunk. Mi a kedvenc tantárgyad? Napközi. Tessék. Tessék. Forrója. Forrósás. Matek. Ének. Tessék. Tessék. Angol. Ének. Gyógytessék. Kézi. Forrója. Napközi. Magyar. Napközi. Szabad idődben mit szoktál csinálni az iskolában? Focizni. Sok új barátot szerezni. Mindig búvókkal szereztetek. Sokat kézizni. Kondizni. Kézizni. Hullahopkarikázni. Sportolni. Futni a salakon. Sokat szoktunk. Sokat balra játszani. Rajzolni, pinelni. Furuljázni. A dombra menni. Ki szoktunk menni az udvarra. Miért jó iskolába járni? Azért jó iskolába járni, mert olyan dolgokat tanulhatsz meg, amikben sikeres leszel az életben. Azért iskolába járni, mert sok barátot lehet szerezni.
Azért jó iskolába járni, mert kedvesek a tanárok és a barátok szerzünk. Azért jó iskolába járni, mert kedvesek a tanárok. Mit gondolsz, hány éves az iskolánk? 40. 56. 14. 35. 41. 49. 59. 100. 100.000. 69. 36. 37. 42. 100. 70. Mit mesélsz otthon az iskoláról? Én azt szoktam mesélni, hogy milyen jegyeket kaptam. Én azt szoktam mesélni, hogy milyen dolgokat veszünk. Én azt szoktam mesélni, hogy olyan tudományi dolgokat szoktam megtudni, amiket eddig te is tudtam. Én azt szoktam otthon elmesélni, milyen szakkörökre akarok járni. Én azt szoktam mesélni, hogy mit tanultam. Én azt szoktam mesélni, hogy kivel szoktam játszani. Mit jelent szerinted az a kifejezés, hogy iskolán nagy múltra tekint vissza? Szerintem azt jelenti, hogy az elmúlt években iskolánkban sok jó dolog történt. Én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy a múltban sok rendezvény történt, amire szívesen emlékezünk vissza. Szerintem azt jelenti, hogy a gyerekek és a felnőttek visszatekintenek a múltba, hogy milyen jó dolgok történtek az iskolával. Én úgy gondolom, hogy azt jelenti, hogy már több generáció is ide járt. Hogyan lehet híressé tenni egy iskolát? Én úgy hiszem azzal, hogy sok sikeres diák jár oda. Szerintem mi magunk is híressé tudjuk tenni az iskolán. Például, ha eljárunk rajzversenyekre, szavalóversenyekre, sportversenyekre, és ott jó eredményt érünk el. És a nevünk mellett a iskolánk neve is meg fog jelenni. Szerintem úgy lehet híressé tenni egy iskolát, hogy a sok verseny miatt világhíre is kerülhetünk. Én azt gondolom, hogy ha ebbe az iskolába járunk, akkor eljuthatunk gimnáziumba, szakközépbe és egyetemre is. Mit jelent a hagyomány szó, és nekünk, az iskolának vannak-e hagyományai? A hagyomány szó jelentése ugyanaz a dolog minden évben megrendezésre kerül. Nyilvánvalóan van az iskolának hagyományai, például az én kedvencem a farfang. Vannak az iskolának hagyományai, az én kedvencem a szavalóverseny. Minden évben nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, nagyon szeretem a verébavatót. Minden évben nagyon jó a diák önkormányzati nap a strandon. Én már nagyon várom az évnyitót nyáron. Én viszont az évzárót várom, mert nagyon várom már a nyarat. Hogyan képzeled, mi lesz más 40 év múlva? Milyen lesz az iskola 40 év múlva? Nem lépcsők lesznek, hanem liftek. Nem tankönyvből fogunk tanulni, hanem tabletről. A ceruzák önmaguktól fognak írni. Nem tanárok fognak tanítani, hanem robotok. Szünetek lesznek, és 30 perces órák. Az egyik tantárgy az iskolában az lesz, hogy az űrhajó elemeit fogjuk tanulni. Lesz robotika tantárgy. Szerintem a Holdon fogunk kirándulni. 40 év múlva nem sétálni fogunk az iskolába teremről teremre, hanem kis autókkal fogunk menni. Thank you.
Jump on it if you've succeeded and flown it.